a nagy gyereket. Csak töttől elrakom az iPhone-t. Bocsi, gyerekek, akadozott, mert merül. Na, ez nem tölt, vagy mi? Na mindegy. Várjatok, gyerekek, egy pillanatot. Itt van-e? Miért nem tölt? Eddig töltött. Ne hozni. Tölti. Ott van, tölti. Szia, Teri Szabó, töltöm, csak ködbe akadt a live. Tölti, nem? Oké, rendben, tölti. Rendben, most már látom. Köszönöm, most már láttam, hogy megy tőfeleződ. Előbb képzeld, nem akartam, amit töltöm, meg van, amikor nem hallani a hangot. Gelső, takarom a hangot. Nem baj. Jó, valaki. Nem baj. Jó. Semmi, rá. Mit? Na. Drágám, bocs, de újra osztom meg. Csak közben akadt, és kikölt egy percre mennem. Jaj, nem. Szelesné nem meg akartak hívni, bocsi. Csak megosztani. Itt vagyok, Szelesné, bocsi. Nem akartak live kamerába hívni, csak véletlen volt, drágám. Sziasztok, sziasztok, jó estét mindenkinek. Szia, Patrik. Akinek tudtam, megosztottam. Nincs is meg, de szakad a víz rólam. Szia, Mária, drágám, itt vagyok, életem, újra. Szabina, drágám, életem. Hello, Szabinám. Szabináskám, live után írok. Oké, Szeresné Jolán. Véletlen nyomtam meg a behívást. De x-eltem is, úgyhogy nem kellett ő elfogadni. Oké, Angela Vajda. Szia, Patrik. Hennessy. Arányosan. Hennessy, beszélünk, jó? Live után beszélünk, Hennessy. Írjál rám, Renátó.
Sziasztok, jó estét mindenkinek! Köszi! Tőlem elszakad, hogy így zuhlam. Oké, angyalkám, egy... Igen, Szeresné, igen. Tudod, hogy senkit nem hívok be, drágám, sajnos kamerába. Oké, Renátó, oké, beszélünk live után okvetlen. Egy pillanatot kérek. Semmit, csak kamera elfordulat. Csak egy pillanat, drágáim. Itt vagyok, angyalkáim. Oké, rendben. Csak a cukorgyógyszeremet vettem be. Szia, burai, jó vagyok, arányos. Hello, Kondor. Eszter Takács, szó. Na szóval arról van szó, gyerekek, hogy nem igazán bátorik semmi, gyakorlatilag, konkrétan. És... arról van szó, hogy... ha tudnátok, hogy a napjaim nagyon-nagyon lájtosan mennek el, nagyon egyhangúan, és semmi izgalmas nincs benne, meg semmi jó. Tehát én nem is tudom, esküszöm, komolyan mondom nektek, hogy egy átlagos, másfajta idős embernek vagy nőnek különbő mennek el a napjaim, mint bár akárkinek. De nézzétek, hogy mi van. Mici-maci. Tehát van egy mici-macim. Hát nem. Van egy ilyen mici-macim. Igen, máma vettem ezt az egy micimacit, eredeti micimackó. Még a blokk is rajta. Úgyhogy nagyon-nagyon cuki. És... itt egy kis nyuszi, meg a mici-maci. Ez, West End-be vettem, ez 6000 forint volt. 6000 volt Mimi Burai. 6000 volt. De ezt a West End-be vettem, tehát ott azért mindig drágább minden. Ott nagyon ritka, hogyha olcsón találsz valamit.
Szó-szó. Hát ilyen 12-15 ezerbe is lehet, attól függ, hogy mibe mérik, mekkorába mérik. Ha mekkorább mennyiségbe mérik, mekkorába mérik, akkor ilyen 12-15 ezer is lehet egy ilyen nagyobb mackó. Nekem van egy nagy mackom, az egy ilyen 20-25 ezer forint lenne, ha nem kaptam volna. De azt kaptam, azt a nagy barna mackót, ami félreaktam valóban, de van egy nagyon-nagyon nagy barna mackom, az ilyen 25 ezer lenne, de kaptam. Meg van ilyen, mit mondjak nektek, ez a, van ilyen Pikachu-m. Igen, verejtéket, meg nincs meg. Igen. De nincs semmi baj. Most vettem be pedig a gyógyszer, drágáim. Ezt komolyan mondom, most vettem be pedig. Itt vannak a gyógyszereim. Pillanat, drágáim. Mert itt vannak ilyen. Itt vannak a én megmutatom. Ebben még van. Cukor meg vérnyomás. Vérnyomás csökkentő. És cukorgyógyszer. Ez esti vérnyomás csökkentő. Egyben van vízhajtó is benne. És hát gyakorlatilag ennyi. Angyalkáim. Viszonylag. Ezt majd berakom a táskába. Ez még lótúró vízhajtó is kéne külön. De úgy kaptam a gyógyszert, hogy abban benne van a vízhajtó is, szó-szó. De nem sokat ér. Ugyanúgy fájnak a lábaim. Hát persze, hogy verejtékelek, mert ugye jól mondtátok, fönn van a cukrom. Gondolom én. De nem vagyok én beteg, persze. Tehát én nem vagyok beteg. Nekem semmi bajom nincsen. Gyakorlatilag mindenki mindent megtehet, panaszkodhat mindenki, csak éppen nekem nem lehet bajom, nekem nem lehet semmi bajom,
mert minden kamu. Tehát értitek, én nem vagyok beteg. Egyesek szerint nem vagyok beteg, hogy ez mind kamu. Na, ha kamu, akkor szedje, azt kívánom, hogy szedje gyógyszert, szedjen ennyi gyógyszert. Én azt kívánom neki. Hogy szedjen ennyi gyógyszert, amennyit én szerek. Úgyhogy oké, burai, próbálok, nem, eddig soha így nem foglalkozok velük. Ez semmi, hát volt olyan, hogy földögadtam, úgyhogy nem is mentem magamra. Ez hogy volt, nem tudom. Az életemben nem voltam földagadva, az arcom, szemem alatt minden. És mostanság nem. Miért nyomtad el szívem? Hallod? És próbálok, burai, oké, holnap nem tudom, hogy mi van, vasárnap, hétfő, holnap gyereket megyek, ez jó, aranyos, ilyen van, egerbe ilyet láttunk, nem? Mókus néz a férjem. Mókusokat néz a párom, és Egerbe láttunk utoljára ilyet. Igen, nyugtató a zene, legtöbbször hallgatok ilyet. Igen, tudom, drágám, de csak belekóstoltam. Tudom, Mária Szentes, de csak belekóstoltam. Időnként teszek édességet évente egyszer-egyszer. Tehát nem valóban esküszöm, tényleg nem. Most is nézzétek, ha nem hiszitek el. Néha vizet is iszok, nincs, hogy nem. Igen, tudom. Tudom, nem viszem túlzásba, mert nem is tudom túlzásba vinni. Tehát a szervezetem már elszokott tőle. Már csokival is úgy vagyok, ha veszek egyet, akkor hazudjon a párom, akkor neki adok egyet, vagy én egyet megeszek. Ha tudom azt, hogy véletlen nem ettem egy fél napot, akkor esetleg megeszek egy csokit, ha hirtelen lemegy a cukrom. De amúgy nem. Tehát én nem magamnak csinálom direkt azt, hogy én nekem fölmegy a cukrom, mert ha Isten azt adja, hogy magamnak csináljam. De nem. Nem. Tehát a cukrot is csak a kávéhoz iszok. Reggel, barna cukrot, mert ugye a pöcsítő undoron lett, szó szerint megundorodtam a pöcsítőt. És ilyen diétás cukrot eszek a kávéhoz.
Tehát időn, de tényleg különben én, ha akarnák, se tudok megenni két csokit. Én sportszeretet szoktam venni egyet, azt is akkor eszek belőle, ha jó esik. Különben a szervezetem elszokott tőle. Ahogy már Pepsi-kólát se bírnám meginni, ha cukros volt, de komolyan. Nem bírnám meginni. Már csak az érókólát. Igen, burai főzök. De még nem tudom, hogy mit. Még nem tudom, hogy mit. Úgyhogy visszatérve a dolgokra, arról van itt szó, hogy annyira látosan mennek el a napjaim, hogy szó szerint mindenbe belepáradtam. De mindenbe. És ez már régen rossz. Az jó, burai. Lehet, hogy az lesz. Húsleves pörkölt milánói. Igen. Lehet. Rántott húst terveztem, gyerekek, de meglátom, meg kegyetlen drága lett. Még készszerű, de még ha megveszem hozzá a dolgokat, még drágább. Ha emit veszem, akkor meg ugyanúgy 2-3 ezer forint. Így van. Így van, Natália Pintér. Hát na. Drágább, ha megveszed hozzá dolgokat. Így van. Nem tudom. Mondom, nem tudom, hogy mi lesz rántott hús. Kenyére, vagy valamivel biztos. Így van, mindennek fölmegy ára. Úgyhogy ezért mondom ezt egy gyerekek, hogy bármi, amihez nyúl az ember. Minden drága. Már nincs az, hogy ó, jó, ezt megfogom, mert ez olcsóbb. Nem. Gyerekek, 1300 forint íztorabb tojás. Dorogon a kóba, 1300 forint. Nem. Nem, drágám, 12-től 13-ig megyünk. Mi? 20-től 23-ig megyünk Siófokra, Gombos Zsuzsanna. Így van. Zsíros kenyér is, drágám, áburai, mert a zsír is ilyen 600 meg 1000 valahány száz forint. Na, a kenyér 2500 forint fillete azért, hogy egy szelet zsíros kenyeret megegyél. Konkrétan egy reggelér azért, hogy te egyedül magad megegyél egy valami reggelit, 3000 forintot fizetsz azért. Akár 6000-et is. Mert azt tudjuk, hogy mit eszel. Hát nem. Nem emelik. Komolyan nem emelik. Egy dekával se.
Egy pennivel nem emelik a pénzünket. És nem is tudom, hogy hogy leszünk. Véletlenül vesz az ember egy picike luxus valamit, úgymond. Mindjárt abban vannak egyes olyan emberek, hogy hú, hát hogyha erre volt, akkor arra miért nem volt? Akkor gyerekek, megkérdezem, miért szenved az ember, hogyha valamit nem tud megvenni? Igen, csak elmaradt. Igen. Igen, elmaradt. Igen, Mária. Igen. Jövőre is még drágább lesz minden. Nem tudjuk, hogy mi lesz. És a pénz nem emelők, sőt, föl vannak háborodva, hogy miért kéne még pénzt kapni? Miért? Azért, mert itt fogunk kihen halni. Akkor minek drágult a kaja, ha pénzt nem akarnak többet adni, mint amennyi van? Minek drágult a kaja? Miért ment fel a kajának az ára? Megkérdezem, miért? És akkor éljen meg a 50.000 forintból. De még a nyugdíj család is elvelődött, mondhatnám. Mert meg se érzem. Hát na, Mária. Itt gyakorlatilag azért, hogy kicsit jobban legyek, vagy ápoló, vagy segédeszköz megyek a lábamnak, nem tudok venni segédeszközt a lábamnak. Se a derekamnak, se a testemnek, semmire. Se elmenni egy olyan helyre, újra helyre ráznának. Így van. Így van, lakatos tünde, így van. A pénz meg nem emelődik. És akkor üzének, bomolnak itt a politikusok, hogy miért kéne többnek lenne pénznek? Miért? Azért, mert több lett a kenyér és a tej, meg minden. Szia, Krisztina Lobó! Hát igen, mostanság én se. Az a szerencse, hogy régebbről vettem jó néhány dolgot, megkaptam csomó mindent, úgyhogy ide nekem erre nincs gondom samporra, vagy, hogy mondjam, vagy hajpakolás dolgokra, nekem erre gondom nincsen. Szia, Reis Mária! Úgyhogy ez van. Egy kicsit sem emelődik. És még lehetőségek sincsenek. Úgyhogy ezt csinálja a válság. Hát ilyen, hogy a semmiért 3-6 telefont is otthon az ember. Egy sima vajas kenyéri. Vajas? Még ha vajas kenyeret meg tudnánk tenni, hogy ennénk. De az is drága. Szia, Gabriella! Egy normális vajat nem tudsz megvenni, mert annyira drága.
Hát igen, Patrik. Az biztos. Próbálom, Patrik, megnézni többi... Igen, Patrik. Hallott, Patrik? 18 ezer forintra vesztem be, köröm. 18 ezer. Úgy volt, hogy ma a vesztembe megcsináltatom. Aha. 18 ezer forint, és egy nem magyarul beszélő nő jutottam. Alig bírtam vele kommunikálni. Az biztos, Murai. Az biztos, Lakatos Tünde. Mondom nektek, 18 ezer forintot írt be nő a gépbe, hogy annyi, mert nem magyarul beszélt a nő. Azt hittem, hasra ülök. Fú, azt hiszem, milyen nyelven beszélt a nő? Angol? Angol. De egy mukkot nem értettem. Tizennyolcezer, Patrik. 18 000. Eskü. És ilyen tesszínű körmöt akartam. Pár kővel. Ennyi. Még ez sem ír annyit. 18 ezer nem még az, amit mondtam neki-e. Az biztos, Burai. Nagy lehúzások vannak. Nagy lehúzások vannak, igen. Bemész egy japán körmöshöz? Most elkérhet ilyen 20-25 ezer forintot is. A körömér. Csak mert japán csinálja. Vagy kínai. Ez elég baj. Igen, Patrik, ez elég szomorú. Kis boltba akarják átvenni az embert, igen. Igen, ott a, igen, a, igen. Ilyen kis élelmiszerben nagy lehúzók, igen. Mondom, gyerekek, hasra ültem. Még 18 ezer. Tehát ez durva. Ez kegyetlen durva különben. Igen, így van. Igen, Bura, így van. Ez brutális, nem tudjuk, hogy mi lesz. És az a szomorú, hogy itt tartunk, hogy erünk ő beszélni, hogy mi lesz velünk. De igen. És még most is teli vannak a vesztenek, még ilyenkor is. Nem, hogy összehúznák a nadrágot, vagy spórolnálok, hanem veszendben vannak állandóan. Én konkrétan, gyerekek, úgy képzeljétek el, nem akarok hazudni idők óta, pár hónapja, körülbelül több mint fél éve, most voltam fönn Pesten.
Jó pár hónapja nyugati pályaudvar West Endet, meg sem közelítettem. Bementem a West Endbe, hasra ültem. Igen, Bura, így van. Azok nem gondoltak a szegényekre. Mert ha biztos, ha ezt meg tudjuk venni, akkor legyen más, és könnyű ezt mondani. Hát hiszen ezért dolgozik az ember. Ha véletlen megvesz, úgymond egy luxus dolgot az ember, akkor azért dolgozik az ember. Nem azért, hogy szemrehányást tegyenek az embernek. De arra rájöttem, arra bizony rájöttem, minél jobban meghúzzuk a nadrágot, annál rosszabb. Nekem mindig az volt mondva, hú, drága, ez drága, nevedd meg, mert nagyon drága. A rákot megveszem ugyanúgy és megeszem. Nem érdekel. Hogyha 5000 fontos fizetek bár a paprikáért, bármilyen szalámiért megveszem. Nem érdekel. Nem érdekel, megveszem. Én annak idején magamtól is fétettem azt, hogy én milyen fölvágottat vegyek meg. Nem. Elég volt, hogy ide szalámikból. Szia, Petrovics Kármen. Elég volt a vides szalámikból, a kóposz szalámikból. Az 2000 valamennyi kilója. Meg 3000 a vides szalámié. A kóposz szalámié. Hogy ki lehetne az utcára dobni? Nem. Elég volt. Én most meg, hogy megveszem annak a tavaszi fölvágottat, a pár dekát. Ha 10-20 dekát, 30 dekát, akkor is, de megveszem. Megveszem magamnak bármely fölvágottat. Ha dekár vagy gramra, akkor sem is megveszem. Úgyhogy ennyi. Minél jobban meghúzzuk a nadrágot, annál rosszabb. Akkor miért dolgozik az ember? Így van, Burai. Mert egyes emberek a West Endbe esznek nap, mint nap. Meg olyan telefonban kerülök, hogy megszólal, szó szerint, akkor én miért ne tehetném meg? Én is megtehetném, de nem szálltam még el. Tehát csomó idő után most tettem meg azt, végre valamit megettem a West Endbe. Egy ilyen olcsóbb kaját. Amilyen 1-2000 forintból megvolt. Nem tudom, Burai, nem tudom. Nem tudom, meddig lehet bírni. De azt meg kell tanulni, minél jobban óckodunk. Minél jobban meghúzunk a madzagot, annál rosszabb. Se jobb, se ki rosszabb nem lesz. Nem lesz rosszabb, de jobb se lesz. Nem lesz rosszabb, de jobb se lesz. Csak annyit érünk el, hogyha marad is pénz, akkor gyakorlatilag annyiból, hogy ha marad is pénz, és szó szerint azért dolgozó, hogy életbe maradj. Semmi másért. Embereknek a 80%-a azért dolgozik, hogy életbe maradjon. Hősugázó, Burai!
És nem, ha azt nézzük, majdnem ugyanannyi adjunk ki, mint a fa, még kevesebb adjunk ki, mint a fa. Mert a fa, ha kétszer olyan drága lesz, mint a hősugárzó. Ezt elmondom, kétszer annyi lesz. Háromszor annyi lesz. Úgyhogy ennyi, drágáim. Igen, mert hogy egész télen ki akarsz telelni, háromszor, négyszer annyit fizető a fáért. Az biztos. Legalábbis, hogy életben maradjál, mégis legyen valami a gyomrodba. Szó szerint az így dolgozik az ember. Csak hogy valamit végig bekapjál. Szó szerint. És a legalapvető dolgok ilyen 3-6-8-10 ezer forintok. Az ír, hogy egy nap egyszer reggel ettél. És sokszor reggel nem is kajálunk. Dél van, délután mire valamit megeszünk. Vagy ha csak két napra meg nem főzünk. Nem áburai. 2500-3000 forint. Az igen. Nem, nem, semmi bajom nincsen, drágám, nem, nem. Nem, egy pici két szúrt itt, az jó van. Igen, időben is fölvitték árazok, igen, mondják. Meg látom is a interneten, mik vannak. Nem győznek beszélni az emberek róla, hogy most mi a francot csinálnak. A legalapvető kaják drágák lettek, amikből megélhetnének, és akkor ez nem luxuszik. És akkor nem luxuszikről beszélünk. Igen. Hát na. Úgyhogy na. És akkor csodálkoznak, hogy az ember mire nem folyamodik, az jó, hogy tényleg megéljen. Próbál mellék pénzhez jutni. De hát nem olyan könnyű az. Szia, Nóra Méber! Köszönjél, légy szíves, be legalább, Nóra Méber! Az biztos, Murai. Hát halljátok, sokszor a vécékben nem találok vécépapírt. Igen, egy kifrizs 100 forint, igen. Szia, Ildikó.
Én nem tudom. Fogalmam nincs. Fogalmam nincs, gyerekek, hogy mi lesz. Gőzöm nincs. Gőzöm nincs. De egyet nem értek meg, gyerekek. Hogyha válságban miért vannak még mindig luxuscikkek, és miért gyártanak majd egy 1 millió forintos árucikkeket? Legyen az bármi. Telefon. De bármi. Ruha, cipő. Csak ingerlik az embert. Így van. András Slankó, nem tudom. Nem túl jó Jónás Ildikó. Úgyhogy ingerlik az embereket, mert olyan luxus cikkek vannak, hogy kigubad a szemetek. És akkor csak az emberek néznek, hogy úristen, most hogy van ez, és hogy vegyem meg? Miért vannak ezek a luxus cikkek? Vagy mit akarnak ezzel elérni? Fárítani az ember szívét? Tehát nem is értem. Nem is tudom, gyerekek, hogy mi a francot csináljuk, nem tudom. Hát igen, mert sokan Pestre is költöztek, akiknek igenis van pénzük, akik elrögyüttek. De akkor milyen jó élet reményében, megkérdezem. Külföldre, innen, onnan, minek gyűjtek ide jó élet reményében, ha teli vannak pénzzel? Mert azóta van ez a nagyzolás. Mióta a különböző emberek jöttek ide Pestre föl, meg most már mindenhová. Ugye persze van, aki tovább ment, van, aki Pesten maradt, van, aki szállón van, van, aki ott vett házat, van, aki tovább ment valamerre. Így van. Tisztelete kivételnek. Burai, mondok valamit. Én roma vagyok, félig, és magyar is. De roma asszony létemre azt mondom, és magyar is vagyok, hogy a magyaroknak a többségének, tisztelete kivételnek, teli van pénzzel. Aki azt mondja, hogy nem, hogy mondjam nektek, nem tudja ezt megbenni, de hogy is nem. Mégis, ha veszembe van minden nap, akkor nincs pénze. Mikor abból egy hétre megfőz? Igen. A ette magyarok tiszteleti kivételnek, nem bántam őket. Isten áldja őket, és örülök, hogy van pénzük. De mindenki más meg éhezik, de segíteni nem akarnak. Ha ennyire teli vannak a magyarok, üzenem, hogy a szegényeken segítsenek. Mert ezzel se kevesebbek, se többek nem lesznek. Ezzel kevesebbek nem fognak lenni, hogy a magyarok segítenek. Segítsenek a magyarok a szegényeken. Mert én sosem mondtam, hogy nincs pénzem. De annyi van, amennyit kell, úgy, ahogy minden nap lájtosan megél az ember. Tényleg, hogy meg ne dögöljön az ember éhen. Köszi, Teri Szabó. Igen.
Igen, minden nap teli van a szatyorjuk. Minden nap a West Endbe esznek, minden nap vásárolnak maguknak. Kibaszott nagy luxus termékeket. Egyes a kőbe megy az ember. Akkor a tévé. Így, akkor a tévé úgy. Meg stb. És... és akkor még rajtunk akadtak meg mi, akik még annó vettünk meg dolgot, amikor még megtettük. Most meg jobban megteszik a ebbe a világba, ebbe a válságvilágban, mint amikor megtehették jobban. Kérdezem, sírnak, hogy nincs pénzük. De minden nap vásárolnak, akkor nincs pénzük. Hát igen. Igen, burai, igen. Én lennék burai legboldogabb, ha meg tudnám tenni, minden nap vásárolhatnék. Dörülök, ha egy hónapban egyszer el tudok a boltba menni, bevásárolni. Vagy még annyi van, hogy időnként, ami apróság elfogyik, apróság, na szó-szó, hogy akkor még azért elugrok a boltba. De akkor az már úgy, hogy szűkön elrakom annyit, egy 2-3 fontot, vagy 5 fontot, vagy egy 10-est, hogy mégis időnként elmenjek a boltba, ha hiányzik valami. El, igen, el. Elkeserítő idők, hogy igen. Így van, meg a internet, meg a visszőrendőnek. Így van. Meg a visső. Angela Bajda, figyelj! Mondok valamit, drága Angela Bajda. Igen, lehet igazad, vagy megdolgoztak éppen magyarok. De Angela Bajda, figyelj! Segíteni nem akarnak az emberen. 1. 2. Spórolni nem spórolnak. Attól, hogy megdolgozik. Miért nem spórol Angela Bajda? Miért nem spórol? Attól, hogy dolgozik, akkor próbáljon meg úgy spórolni, hogy jusson is, maradjon is. Akkor nem a luxus terméket venni félmillió dolgot pont akkor, amikor válságban. És nap, mint nap a West Endbe esznek, meg visszőrendőnek. Kicsit spórol is kő. Az olyan megteheti, aki félmilliókat, milliókat keres. Az olyan megteheti, hogy vesz magának. Így van, Mária Krisztő Györke, ez így igaz. A YouTube között az Irénke legőszintébb nem játsza meg magát. A többi mind kamuzik. Beképzeltek. Lakatos Sünde, köszönöm. Köszönöm szépen, Lakatos Tünde. Ez így igaz. Nem mint hogyha magam a tizéném, de ez így igaz. Mert Lakatos Tünde, nézd, én is megszenvedtem a 57.000 forintért. Az én uram is nagyon-nagyon keményen dolgozik, és erről van szó, drágáim, hogy köszönöm, hogy föltettétek a kérdést. Kimegyek. Pillanat, egyetleneim. Mert nem tudok telefonálni, beszélni. Úgy szakítja, hogyha begyök, lebírjak. Na,
Pillanat, drágáim, jó? Csak el ne essek. Na. Na, pont ezt mondom, drágáim, hogy itt jövök én a képbe, ugye? Angyalkáim. Ugye, itt jövök én a képbe. Hogy... az biztos Burai. Angelika Vajda, hát na ja. Átlagember, mit érti az átlagember alatt, mondjuk Vajda, Angelika Vajda? Mit ért el egy átlagember és egy mondjuk egy figyelj, Angelika Vajda, itt vagyok énekesnő, ugye? Egy sztár, egy közszereplő, úgymond, egy híres sztár. Mégis úgy élem az életemet, mint egy átlagos ember. Akkor most mi van ilyenkor? Megkérdezem, Angelika Vajda. És itt vagyok. Úgy élek, mint itt. Így van, Zsiga. Itt vagyok illő példának én, hogy híres sztárnak számítok, és mégis küzdök a mindennapi megélhetőségért. Esküszöm nektek, nap mint nap küzdök a megélhetőségért. Esküszöm az élő Istenre. Figyelj, én sem vagyok vállalkozó. Egyszerű nyugdíjas családi potlék rokkantságim vagyok. És a férjem dolgozik a Magyar Szuruki ZRT-nél. Igen, még valami? Angelika Vajda. Így van. Valószínű így van. Valóban van benne valami, hogy valahol én is hibáztam. Mert világot akartam látni. És én inkább a videoklippeket és a világlátást választottam. És amit egyszer-egyszer kaptam pénzt, azzal ugye elszámoltam. Hát, Burajna. Igen. Semmi baj, Vajda. Angelika Vajda. Semmi baj. Én is egy átlagember vagyok, hiába vagyok énekes. Én is úgy vagyok, hogy munkának veszem ezt, amit én csinálnék. De egy ideje nem volt föllépésem. Ennek is meg volt a oka. Nem én. Simonetta egy nem. Nem én. Sajnos azt más kapta, és kapja. Sőt, még most se tudom kihasználni a Mahián a rossz állót. És a VIP-et, amiről mondtam, hogy gyertek le róla. Így van, Burai. Így van.
De én ebben nem akartam belebonyolódni, leszaladtam az egész mindenséget. Most vágjanak át engem. Amihás újra bármikor is elkezdhetném. Most vágjanak át. Hát igen, Burai. Abban nem, azt nem tudom, de utána fogok nézni, hogy még ki használja. A YouTube oldalon, hogy van még fönt a dalaim, avagy reklámok, hogy mennek utána? Ki használja? Igen. Hát, Bura, igen. Én is, akkor egyre gondolunk. Egy nyálas rohadékra gondolunk, Burai. Mimi Burai. Egy valakire gondolunk, akkor szerintem. Úgyhogy ennyi, Burai. Ne is mondj többet. Nevet ne is mondj. Egyik illetőre gondolunk. Úgyhogy ennyi. Te azt mondták, hogy milliókat kerestem minden hónapban. No igen. De én azt nem kaptam meg. Én azt nem kaptam meg. Így van. Így van. Lakatos tünde, így van. Így van. És miután tudom ezt, mert a YouTube oldal, tudom, azután nem tudom mi az, hogy azon élőzni. Én csináltattam. Én. Saját magam. Bianca, milyen buta kérdéseid vannak? Buta kérdéseid vannak, Bianca, egy kicsit. Ha majd nem, majd más mondjam, akkor mit tetovált magamra, nem? Lakatos tünde, igen. Igen, gondoltam rá, hogy kérek valakitől segítséget. 8 óra 51 van, még live-ozok. Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul jártam. De nem baj, kimásztam a dolgokból. Engemet egyáltalán úgymond nem érdekel. Az én időm is eljön, amikor vissza tudok vágni. Hát az biztos, hogy ugye, Burai. Igen, de ezt úgy kéne hitelesítően lepipázni, hogy senki egyáltalán hozzá ne férjen. Nem tudom, kiről beszélsz, drágám. Bianca, én elmegyek tetoválóshoz. Én úgy tetováltatok magamra, hogy annak jelentősége van. Érted, Bianca? Szia, Mirike! Jó lakatos tünde, jó, írjál majd rám.
Szia, kedves Mirike, nagy Mirike! Na, egy aranyos lány, aki legalább beköszön. Úgyhogy lásd meg, csak ő szólni jött. Köszi, Mirike! Nem, Zsiga, semmi baj. Bianco, Zsiga, semmi baj. Én az a lényeg, hogy értem, hogy mit hova tettem. Ezt azért tettem ide, mert ezt tetszett ez a pillangó, és jelentősége van. Ez a csillag az jelképez, hogy hiszek a fillő csillogó csillagokba, ami mit mondjak nektek, ami reménységet hoz. Ennyi. Meg egy Bambi. Lakatos tünde. Na, ennyi. Na, erről beszélek. Valaki még aktívan használja, és se szó, se beszéd. De ürügyek vannak. Köszönöm, Miriken, drága. Legalább köszöntél. Én a teliholdba is hiszek. Hiszek a csillagokba. Ne aggódjál, urai! Utána fogok én nézni, most már itt az ideje neki. Már eljött az ideje, csak nekem utána kell most már mennem. Szia, Marci! Szia, Mónika Rikon! Erről beszélek. Ennyi. És akkor engem zétek, hogy én persze, hogy azt hitték, hogy én teli vagyok. Közben meg más veszik föl. De nem tudom, hogy ki. Mert nem tudok rámutatni. Hiába mondom rá, hogy ez is ez vette föl-e. Nem tudok rámutatni. Hát na, burai! De aki foglalkozott velem, egyik szillető, aki normálban volt, azzal megszűnt a szerződésem rég. Egy normális szerződés volt, megszűnt, és most valaki átturalta úgy, mintha én kezelném. Ez neki nem volt nehéz. És nem tudom, majd napig kikezeli. Úgyhogy ez van. Hát na. Úgyhogy ezek vannak, drágáim. Na.
Én itthon vagyok idők óta, több mint fél éve azban, hogy nem jártam fellépni. Én egyetlen egyből tudok, és 15-i kezdettel tudtam pedig nem itt, hogy hova. Nem tudom. De mondtam is, hogy jól még kéne köntjöröltödik én. Valamilyen közre. Hát igen. Így van. Döbrököz, igen. Köszi, Mária. Igen, Döbrököző leszek 15-én életeim. És akkor 20-ától 23-ig meg új. Igen. Köszönöm, igen, tudom már. Döbrököző leszek 15-én. Siófokon, igen. Igen, Mimi Burai. Köszönöm. Igen. 3 napot. Huszadikától 23-ig. Ez a kettőről tudok, életem, ez lesz a két örömem. Amit te azt mondod, hogy oké. Colors Beach. Igen, Mária Szentes. Igen, abban a hotelben leszek. Colors Beach. Le is van foglalva. És úgy gondolom, hogy végre egy csöppet el tud az ember menni ennyi idő után. Bezártam magamat. Bezártnak éreztem magamat. Elég volt. És merjenek megszólalni. Merjenek engem megszólni. Bármilyen így bizonyos X-illetők. Hát hogy a viharban ne burai? Itt bolondulok meg, itt van a 4 fal között. Itt bolondulok meg. És akkor mondják, hát menj el dolgozni! Menj el dolgozni! Mondom, hogy jó, oké, gyereket mondom. Akkor elmondok, mondom nektek valamit, gyereket mondom. Ti, akik azt mondjátok, menjek el dolgozni. És soha nem voltam egy linkember. Bodzáztam, cigáztam, alumíniumoztam, rezeztem. Tyúkozni voltam. Istállóból hordtam ki tyúkokat. Majd leszakadt a kezem. 4-esével. És amellett 2 gyáron vagyok túl, 2-szer elmentem gyárba dolgozni. És idők után, mióta tudtam eszemet, dolgoztam. Levetegettem, azóta egy kicsit visszafogtam a munkával. Tehát háztartásbeli és énekléssel próbálok foglalkozni. Oké, Mimi Burai, szívesen iszok én is. Drágám, bármikor, akár hónap. Mimi Burai. Oké, szívesen. Rámész, és akkor megbeszéljük. Mimi Burai. Miért ne?
Okey mi mi burayı? Okey. Úgyhogy drágám, mindjárt azzal kapaszkodnak, mert menjek el dolgozni. Hogy így meg úgy meg amúgy is, akkor nem unatkozok. Ó, hát persze. Csak azt nem tudják, hogy én milyen betegséggel szenvedek. Az biztos csendes, Marci csendes. Az biztos. Azok vannak elegen, Marci csendes. Igen. És kiröhögnek, ha elmondom a rengeteg betegségeimet, ami miatt nem bírok fizikai munkát végezni. Igen, lakatos szünde, igen. És megkérdezem, egyes emberektől, akik így gondolkodnak, hogy irítségbe beszélnek, miért nem megyek el dolgozni. Azt kívánom a Jézustól és az Úristentől, két napig legyenek abban a betegségben, amiben én vagyok, és szedjék a gyógyszert orba szájba. Két napig szenvedjenek. Úgy, ahogy én szenvedek a betegségtől. Kettő napot kívánok, nem többet. Kettő napot. És meg tudják, miért nem megyek dolgozni. Avagy miért nem tudok dolgozni. Ne vegyétek átkalálozásuk, mert nem. Én nekem nem az esetem az ilyen. De én két napot kívánok csak, hogy élj át. Köszi, burai. Hogy élj át, hogy miken megyek köröztül belsőileg. Hogy mi játszik le bennem. Hogy mit érzek sokszor belülről, amit kívülről nem látni. Amit kívülről emberek nem látnak. Azt hiszitek, nekem buli az, hogy itt ülök? Nekem buli? Így van. Burai, így van. Így van. Nekik könnyű mondani ezt. Akik esetleg nem szenvednek ilyenbe. De azt mondják, hú, hát nekem is van szív, nekem is szív betegségem van, meg ez, meg az, meg amaz, mégis dolgozok. Ja, oké, csak nem mindegy, hogy milyen státuszban. Így van. Így van, Patrik, így van. Könnyen érvelnek, mert tök is betegek, és mégis elmennek dolgozni. Figyeljetek csak rá, alapjáton hűde beteg embereket nem is foglalkoztatnak. Főleg, ha már idősebb, már nem igazán veszik föl. Értem, burai. Értem. Igen, igen. De higgyétek egy gyerekek, akkor elmondom, hogy mi bajom van. Miért nem tudok hosszú távon úgy elmenni fizikai munkába, ha ténylegesen tudni akarja egyes olyan emberek, akik irigyek. Az irigyeknek üzenem, és azok, akiknek még érthetetlen. Gyomorgörcsöm van, gyomorfájdalmaim vannak, hasigörcseim vannak, pánikrohammal szenvedek. Pánikrohamom van. Fejgörcsöm van, migrénem van. Cukorbeteg vagyok, erős cukorbeteg. Vérnyomásom ingadozó, mind a kettő, cukrom is, meg a vérnyomásom is. Gyengéllátó vagyok. És a gerincem fájogat néha. És a lábam vizes. És fáj a lábam, térdem. Ezért nem tudok dolgozni. Mert sokszor itt úgy nem tudok elindulni, hogy ne görcsöljek. Szó szerint, gyerekek, görcsölök.
Valamikor fáj a gyomrom is. De hasam nagyon görcsöl, nagyon sokszor. És nem mindenkor jó a epém, a májom. Máj nagyobbodásom van. Soroljam még? Nem igazán dicsekszek vele. Így van, Burai. Így van, Burai. Marci csendes, hát na. Hát na, Marci. Máma is, gyerekek. Máma, tegnap. Én azt hittem, belepusztulok. Annyira görcseim voltak, alig vártam, hazaérjek. Pedig össze-vissza nem eszek semmit. Hisz látjátok, hogy mit eszek, mit nem. Azért nem viszem túlzájba a zsírt. Nem viszem túlzájba a fűszert. Semmi különös. Mitől fogytam? És szenvedek. Berejtékezek. Pánikrohamom van. Pánikolok. Velejáró dolgok vannak. Érzeteim vannak. Nem tudok teljes életet élni miatta. Igen, láttátok, nem hazudtam. Hiszen láttátok azt is, hogy időnként elesek. Úgyhogy akárhol még időnként, tehát óvatosan kell bárhol lépnem. Mert egyik pillanatra másikra összeesek. És a kutya nincs velem. A kutya nincs, ha csak rendjön is. Ha csak ez a munkából hazánk jön, az akkor itthon van. De hozzám nem néz be kutya se. Ápoló vagy bármi, hogy hol mi van veled. Jaj, nem jó vagy te, mert ide jársz, meg oda jársz. Miért, hova járok a bolton kívül? Azért, mert egy-két órát elmegyek. Mert egy-két órát elmegyek. Na. Hát hiszen látni, hogy beteges vagyok, nem tudok még hazudni se. Mert nincs is olyan meleg, hogy attól izzadnék. Mi van? Mi? Hősugázom, ha van bent 15 fok. Oké, 15, 20 fok. Hát igen, lakatos tünde, igen. De meg fogok oldani mindent. Így van, Burai, így van. Így van, Mimi. Mimi, de ha gondolod, holnap tudunk találkozni is. És akkor beszélgetünk. Úgyhogy mondom, ez van, gyerekek, senki nem tudja, és nem érzi át, hogy néha időnként hogy érzem magamat. Hogy hosszú távú dolgokat nem bírom. Mert vagy le kell ülnöm, vagy egyszerűen... Oké, Burai. Hát igen. Marci csendes, igen. Jó, Burai, visszajelőlek. Megnézem, hogy bejelöltelek, de szerintem bejelöltelek, mert akkor a live-omat nem látnád. Oké. Úgyhogy azért mondom nektek, gyerekek, idők óta itthon ülök,
Nem csomagolok, nem járok sehova. Jó, megnézem. Burai, megnézem. Igen, igen, mert a cicsendes meg lesz. Jó, jó. Igen, elmék ilyen gyógyfürdő vagy gyógykúrára. Elmék ilyen láb... Megnézhetem a lábamat is. És minden. Rendbe kell valahogy magamat szeretni, mert ahogy kinézek, ez nem emberi. Nem emberi, ahogy kinézek, mint az ufók. Tehát a tükör összetörik, ha belenézek. Nekem nagyon jó esne most egy ilyen kis gyógyfürdő, masszázs, vagy tényleg egy-két hét kikapcsolódás, vagy egy pár nap. Komolyan. Igen. Oké, visszaélök Mária verébné. Igen, annak egy. Majd úgy is beszélnem kell orvos, hogy mi a szitu van, és meglátom, hogy mit javasol. De én a saját orvosomnak megmondtam, meg ugye máson is megmondtam, hogy hiába követelik, hogy orvosláson, a cukrom nettől nem fog változni, mert állandóan idegesek egy-két dolog miatt, ami még nem rendeződött. Hát igen, lakatos szín, de örülök, ha jól nézek ki számodra. Igen, 40 éves vagyok. 40 éves elmúltam. Igen, verébné, megnézem, Mária. Igen, mondják, hogy a koromhoz képest nem mit én jól nézek ki azra, de én úgy érzem, hogy már széttessem. Tehát én maga az érzet nem csal. Jó, Bianca, megnézem, Bianca. És úgyhogy erről van szó, gyerekek, hogy nem tudom fölfogni azt, hogy naponta, vagy ha nem minden nap, de mindig valami idegeskedek, mert nem tudok egyből a kettőre jutni. Nem tudom, nem tehetem meg azt, amit szeretnék. Tehát nem tudom, hogy mondjam, nem tudok egyből a kettőre jutni. Hiába szeretném. Hiába szeretnék, úgymond, segítséget. Nehezen kapok segítséget. Ez a szintisztégasság, hogy nehezen kapok segítséget, és ez itt a probléma. Mert annyira alám lett tébel, leáradtak,
leszégyenesítettek, meggyaláztak, megaláztak, ami nem volt igaz, és mégis. Mégis a bohócot jó volt nézni, mert szerintük bohóc vagyok, mégsem érték el azt, amit én elértem. Tehát ezt tőlem nem vehetik el Dubajt, Montenegrót és Barcelonát. Ennyi. Tehát gyakorlatilag ennyi. Ennyi, Burai drágám. Igen. Igen, Beréb, még csak nehéz. Mária, nehéz. Így van, Burai. Bármi az a, az, az emlék, ami jó, azt az embertől nem vehetik el. Bármi jót tapasztaltam meg az életem során egy picit is, csak egy parányit, azt el nem vehetik tőlem. Biztos, hogy Simonetta nagy nem. Abból ők nem zabálnak. Abból Simonetta nem zabálnak. Köszönöm, Patrik nagy. Köszi, Patrik. Simonetta nagy. Abból ők nem fognak enni. Amit én felépítettem, várat, azt én nem adom fel. Nem. Tudom, miről beszélsz. Igen. Vannak ezek a kritikák, amik elnyomják az embert, meg és a többi. De ezt tudni kell kezelni. Csak engem hagyjanak békén. Egyes mások, és akkor nincs semmi gond. Én nem bántottam senkit, nem vagyok rabló, nem vagyok betörő, nem vagyok gyilkos, nem vagyok drogos, nem vagyok beképzett, nem vagyok holmi, akárki, akivel azt lehet tenni, amit nem akarnak. Nem. Tehát nem. Nem. Tehát én teljesen más kategória vagyok. Tehát én teljesen már kategória vagyok. Én biztos, hogy nem fogom magamat hagyni ki zsigerelni, ki csináltatni innentől. Egyszer csalódik az ember. Onnantól én nem hagyom magamat. A biztos, hogy nem. Én hülye nem vagyok. Tehát én nem hagyom magamat. Az biztos, hogy nem. Az éveknek egy hajdalom, mikor lássák, hogy boldog vagy, minden nap van miért örülni, van miért, van házas, ember szeret. Ez így van, Lakatos Tünde. Ez így van. Ez így van, Lakatos Tünde. Ez így van. Ez így van. Ezért mondom, hogy én ne idegeskedjek. De meg fiatal vagy. Ahhoz, hogy felhagyjam. Így van. Így van, Mária Györke. Hidd el, ha én feladom azt, hogy én énekeljek, nem lesz jobb semmivel, ugyanúgy kezdik, csinálják, még nagyobb örömet adok nekik ezzel, és akkor sem lesz békém nyugtom. Mert akkor meg azért genyóznának, hogy engemet látnának minden nap vásárolni, vagy venni néha magamnak valamit. Már azt irigli, hogy én néha bemegyek a West Endbe, vagy a West Endbe, vagy a DM-be. Ha én néha bemegyek oda, vagy a boltba, már azt irigylik.
Ennyi. Csak azt nem tudják, hogy mindezt én megdolgozok, ami van nekem. Nem a picsámat verem. Dehogy adom én föl. Nem. Egy ideges kellett, hogy nem voltam sehun. Rágyüttem, hogy igenis, hogy én akarnak rám tartani. Nem azért nem mentem, mert nincs rám igény, hanem mert én nem akartam menni. Én nem mentem fellépésekre egészen idáig. Egészen idáig. Nem azért, mert nincs rám igény, de hogy is nem. Majd csak most figyeljétek majd meg. Úgyhogy ennyi angyalkáim. Úgyhogy drágém, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. 9 óra 24. Megyek pihenni. Sziasztok, majd írok, és majd hónap még beszélünk életeim. Sziasztok, puszilok mindenki, drágáim.